Ferencvárosi Tornaklub labdarúgó csapatának egyik legnagyobb sikere volt az 1937-es közép-európai kupa győzelem. 80 év távlatából azonban nehéz már igazán felfogni, mit is jelentett ez a trófea, mennyire volt rangos sorozat a KK. Mindenképpen tudni kell, hogy a KK sorozat az a Bajnokok Ligája, a BEK és az Európai Kupáknak a szülőanyja volt. Ez a KK sorozat 1927 és 1940 között létezett. Eleinte a FIFA nem kultiválta ezt a sorozatot. Úgy gondolták, hogy a közép-európai csapatok az nekik nem elegendő, viszont 1929-ben legalizálták ezt a sorozatot, bekérték az addigi két év eredményét, és ugye megjelent a FIFA históriás könyveiben, análeszeiben, és innentől kezdve a FIFA hivatalos sorozatnak tekintette a KK-t. A Ferencváros először 1928-ban nyerte meg a sorozatot, az ismétlésre azonban 9 évet várni kellett. 1937-ben az első fordulóban a csehszlovák Slavia Prágát győztük le, így a negyeddöntőben a szintén korábbi győztes osztrák Vienna várt a Fradira. Már az elődöntőbe jutásért a Vienna csapatával három izgalmas mérkőzést vívtunk, ugye két mérkőzésen nem dőlt el a továbbjutó kiléte, és harmadik meccsen Budapesten 2-1 arányban legyőztük a Vienna csapatát, így bejutottunk az elődöntőbe. A kinkeserves továbbjutás után újabb osztrák rivális, az Ausztria következett. Az első bécsi mérkőzés egyáltalán nem úgy alakult, ahogyan azt elképzeltük. 4-1-re kikaptunk ott. Mindenki le volt törve. Ebbe a KK-ba kiestünk. Kész, jó napot. Egyetlen egy sajtot. Az én édesapám, és itt van a nyoma, egyes eddendül azt nyilatkozta a mérkőzés, a vesztes mérkőzés után. Az Ausztriát most megérdemelten győzött. Remélem otthon mégis megmutatjuk, hogy az Ausztria sem verhetetlen. Sőt, a továbbjutást is kiharcoljuk. Azt hiszem, hogy kellemes meglepetést fogunk okozni híveinknek, és én azt tartom valószínűnek, hogy harmadik mérkőzés nélkül jutunk tovább. Springer Ferenc optimizmusát pedig játékosai lehengerlő futballal támasztották alá. A Ferencváros megállíthatatlan volt a visszavágón, és 6-1-es győzelmének köszönhetően bejutott a döntőbe. Már 4-1-re vezettünk, és akkor, és a végén csodálatos Sárosi gól, minden 6-1. Hát a közönséget nem lehetett fenntartani. Berohant a pályára, a Sárosi Gyurit és a Tollit vállon vitték ki. Az osztrák kapitány bejött az öltözőbe, és azt mondta, hogy ilyen játékot ő még nem látott. Gratulál a Fradinak. A fináléban az olasz Láció volt a Fradi ellenfele. Csak hogy érzékeltessük a színvonalat, egy évvel később a labdarúgó világbajnokság döntőjében olasz-magyar mérkőzést rendeztek, ahol a Láció Spiola kétszer, a fradista Sárosi György egyszer talált be. Az 1937-es KK döntő első felvonását az Üllői úton játszották. Óriási bombaerős csapat volt ugye akkoriban a Láció, természetesen kétesélyes volt a döntő, a Láció nagyon erős csapat volt akkoriban, a Ferencváros viszont 4-2-re abszolválta az első mérkőzést. Ez a 4-2 elég sima győzelem volt, nem forgott egy percig se kétségbe, hogy megnyerünk, csak a kérdés az volt, elég lesz-e az Olaszországban. Jellemzi a kort, hogy a római visszavágóra elutazott csapattól nehézkesen jutottak haza az információk. A Ferencváros egy kis hegyi faluban szállt meg a mérkőzés előtt, és ugye akkoriban nem volt okostelefon, nem volt internet, nem volt olyan gyors a kommunikáció. Általában a csapat és a stáb képeslapokat küldtek haza a családnak, és képzeljétek el, hogy több mint 500 képeslapot írt a Ferencváros, és amikor a postás ezt meglátta, akkor annak idén a hegyi oldalban messzebb volt a postahivatal, és Szamárral, egy összvérrel vitték föl a leveleket a postára, és a postás egy külön összvért rendelt, mert hiszen nem bírta el ezt a hatalmas zsákot, ami az 500 levelet tartalmazta. Úgyhogy ilyen aranyos kis romantikus történetek előzték meg a döntőt. Elérkezett október 24-e, a visszavágó napja. A finálé második felvonásán potyogtak a gólok. Már a 36. percben 4-2-re vezetett a Láció, tehát mondhatnánk, hogy meccs nullban voltunk, és ugye a lélektani előny az olaszoknál volt, hiszen hazai pályán gyorsan ledolgozták a hátrányt. 4-3-nál az olaszok 11-eshez jutottak. Piola nekiállt a labdának. Hát a Háda Jóska
szenzációsan megfogta, és nem csak, hogy megfogta, elütötte, hanem utána feláll és kirúgta a mezőnybe. Ez forduló pont volt. A kivédett büntető után a Fradi egyenlített, majd végül stílusosan kettős győzelemmel szerezte meg a trófeát. De az utolsó pillanatokban Sárosi Gyurka háttal a kapunak ollózott egy gólt, és ebben nyertünk 5-4 arányba Rómában. Szenzációs győzelem volt. A csapatnak a győztes trófeával és a mérkőzés labdájával az első útja a súlyos betegséggel küzdő Dr. Springer Ferenchez vezetett. Édesapám betegágyba volt. A csapat úgy, ahogy volt, megérkezett, leszálltak a vályaudvaron, taxiba, nem tudom hány taxival, jöttek a Hőgyes Endre utcába, ugye apám ott lakott, a játékosok hozták a kupát, megkapták a kupát. Ugye rávésettek egy plakettet, aláírták, mint ez azt hiszem galvanizálva van, és a család apámnak odahozták. De ez egy csodálatos emlék volt. Mondjam azt, hogy visszaemlékszem, még ma is meg vagyok hatódva. Ez a Ferencváros 1937-es KK győzelmének útja. Gyötrelmes párharccal, hihetetlen fordítással, szenzációs döntővel és a Fradi családhoz méltó befejezéssel. A finálé másnapján az olasz sajtó így méltatta a Fradit. A ferencvárosi csatásor pompás hangszer, amelyen az utolérhetetlen vezér Sárosi játszotta a legszebb melódiákat. A Ferencváros tökéletesen megérdemelte a győzelmet. Példát szeretnénk mutatni. A Fradiban egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! A világon mindenhonnan vannak sportolóim. A Fradiban 20 nemzet képviselői sportolnak. A Fradiban egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Egy célért küzdünk. Hajrá, Fradi! Mi a Fradiban egyek vagyunk. Mi vagyunk a Ferencváros egy! Hey! Tisztességes küzdelemre tanítunk. A mi öltözőnkbe sosem volt téma, ki honnan jött hozzánk. A Fradiban egyek vagyunk. A Fradiban egyek vagyunk. A Fradiban egyek vagyunk. A Fradi öltözőjében nem téma, hogy kinek honnan jöttek a szülei. Mi vagyunk a Ferencváros. Mi